Mennyi a Johanna vagyok, édesapám tartja a mesterkurzust. Én szemináriumon nőttem fel, ezért rengeteg embernek az útját ismerhettem meg. Inkább ilyen beugró voltam iskola miatt, meg ha dolgom volt, nem értem rá, hogy mindig ott legyek a szemináriumokon. Ezért mindig egy nagyobb kihagyás volt, és ezáltal láttam az emberekben a nagy változásokat, amik történtek azóta, amikor utoljára voltam. Sokszor láttam az elején, hogy az embereknek milyen félelmeik voltak, és pár hónappal később, amikor visszamentem és ismét találkoztam velük, akkor ezeknek a félelmeknek már nyoma se volt, és akár olyanokat csináltak, amik meg is lettek. A szemináriumon nem léteznek társadalmi korlátok, szabályok, ezért az ottani közösségben az alatt, az 5 nap alatt egy sokkal szabadabb életet lehet élni. Nagyon szeretek menni szemináriumokra, mert az emberek sokat nevetnek, felszabadultak, és én is elfelejtem a problémáimat. Nekem a szemináriumnak a legfontosabb része az, amikor a Matrix gyakorlatokat csináljuk. Azok a gyakorlatok, amik nekem általában segítenek a problémáim megoldásában, vagy hogyha valamire választ keresek. Idén például azon dolgoztam, hogy perspektívát lássak a saját életemben, átlássam a bonyolult helyzeteket, növeljem a magabiztosságomat, előadói képességeimet. Sokat dolgoztam azon, hogy az életemben megtaláljam azt az egyensúlyt, hogy tudjak igeneket és nemeket is mondani, anélkül, hogy nekem kellemetlen érzéseim legyenek tőle. Ugye van az a mondás, hogy ami Vegasban történik, az ott is marad, viszont a mesterkurzusnál meg jobb, hogyha kiviszed a saját életedben, és ott újra megéled azokat az élményeket, amiket a mesterkurzuson szereztél. Én ott leszek a jövő évi mesterkurzuson, és ajánlom mindenkinek, aki szeretne kapni egy másik alternatívát az életére, amiben meglelhet több lehetőségeket.